Sokféle műfaj és stílus keveredik majd az év folyamán a Babits színpadán a látogatók örömére. Mert hogy az a tapasztalat, hogy a színház látogatók azt a megoldást preferálják, hogy ne tematikus bérleteket állítsanak össze a szervezők, hanem sokféle műfajt láthassanak az adott évadban, mondta Berlinger Attila igazgató. Ez egy nagyon jól bevált és kipróbált rendszer, amit a színházi előadásoknál és a bérletsorozatoknál már évekkel ezelőtt a Kulturális Központ összeállított. Ami most is talán a leglényegesebb információ, hogy mind a Múzsa, illetve mind az Orfeum bérletünk 4-4 előadással fog indulni. Nagyon sok a hagyományosan visszatérő bérletesünk nagy örömünkre, éppen ezért már hirdettük is, hogy augusztus utolsó két hetében elsősorban a korábban bérlettel rendelkezőket várjuk szeretettel a jegypénztárba, ők meg tudják újítani ugyanazokra a helyekre, amelyekre hosszú évek óta már helyet foglaltak, ismételten ezeket a bérleteket, és szeptember 1-től válik majd lehetőség a város és a környék lakosságának arra, hogy az új bérletesek is becsatlakozhassanak. És hát az is a rendszer része természetesen, hogy nem csak bérlettel lehet részt venni, hanem az adott előadások előtt, amennyiben még szabadon álló helyek vannak, úgy értelemszerűen akár aznap is, még utolsó pillanatban is be lehet térni egy-egy kiváló előadás megtekinteni. Volt a korábbi években egy-egy alkalommal egy újabb kísérlet, egy újabb próbálkozás, hogy tematikus bérletek legyenek-e, külön vegyük-e esetleg a komolyabb darabokat, válasszuk-e szét a könnyűbb daraboktól, de a közönség igénye egyértelműen az volt, hogy ne így alkossuk, ne így állítsuk össze a programot, hanem inkább mindegyik jellegű műsorsorozatban, bérletsorozatban legyenek tényleg könnyebben emészthető darabok, klasszikusokból is válogattunk nagyon sokat. Az éves terv elkészült, és vannak már előadások is, melyek pontos dátummal bírnak. Minden bérleti előadásban 4 darabbal készül a Babits Kulturális Központ. Egy-két előadásra már most felhívnám a figyelmet, ugyanis a bérletsorozatban és a színházi műsorfüzetünkben most megjelent programoknak már van fix időpontja. Nem minden előadásnak értelemszerűen, de az októberi előadásokat már meghirdettük. Úgyhogy nagy szeretettel várjuk majd a közönséget például Charlie Chaplin Nagyvárosi Fények című előadására. Ugye a világhírű színész és komikus életművének állít ez igazából egy emléket, a Játékszín Budapest kiváló szereposztásában megvalósuló produkció, illetve egy nagyon népszerű előadás az egész országban, az Anyatigrisek, a Lilium Színház produkciója, ez a Múzsa bérletnek az egyik előadása lesz, ezeknek már van októberre fix időpontja. Nem csak a két állandó bérletsorozatunk van, a Múzsa és az Orfeum, hanem vannak pódium előadásaink is, illetve olyan szabad előadások, amelyek ugye teljesen más műfaj, stand-up comedy-től kezdve egészen könnyű darabokig, ismeretterjesztő előadásokig terjednek. Én azt gondolom, hogy a most megjelenő színházi műsorfüzet méltó és nagyon színvonalas produkciókat fog kínálni. Mindenki megtalálja ebben akár a klasszikusok, akár a könnyebb darabokra vágyó közönség közül azokat az előadásokat, amelyek tetszenek nekik. A jövő színház látogató közönségét idejében el kell kezdeni felnevelni. Ennek érdekében készült egy gyerekbérlet is, melyben idén klasszikus mesék feldolgozásait láthatják a kicsik. A gyerekelőadásoknál nagy örömmel hirdetjük a Mici Mackót, a Hattyúk Tavát, a Kis Hableányt és a Diótörőt. Ez mind-mind olyan mese, amely, aki Disney nőtt fel, ő is ismeri, de hát a zeneirodalom és a világirodalomnak is kiváló produkcióiról van szó, mindez ugye gyermekek számára fogyasztható formában. A bérletek áraidól Berlinger Attila azt mondta, csak minimális emeléssel számoltak. Az árképzésünk sokban nem változott, egy minimális kisebb arányú emelés természetesen mi is a megváltozott gazdasági helyzet miatt kénytelenek vagyunk bevezetni, hiszen az előadások árai is igen nagy mértékben megnőttek. Mi próbáljuk továbbra is a itt élő lakosságnak a pénztárcája az igazítani, tehát nem lesznek ilyen bődületes áremelések. Az a kötelező költség, ami viszont erre rárakódik, technika is azért egyre inkább igényli azt, hogy komolyabb összegeket fordítsunk rá, ahhoz, hogy megfelelő színvonalú előadások legyenek. Tehát én azt gondolom, hogy 4-5 olyan előadásért, amiért az emberek esetleg tudnak válogatni ebben a sorozatban, mindenféleképpen arányos és nem budapesti árakat találhatnak majd nálunk. Az első előadásra a gyerekeket vágják a Babits Mihály Kulturális Központban, a Hattyúk Tava előadással indul a bérleti szezon. Míg a felnőtt bérleti sorozat másnap október 6-án a Múzsa bérlet keretein belül az Anyatigris című darabbal veszi kezdetét.